Jó estét kívánok! A nyári szünet előtti utolsó közgyűlés ezen a héten pénteken lesz Szegeden. Köszöntöm a stúdióban Botka László polgármestert, akit az előterjesztésekről, ezekről a témákról Dombai Tündével, a Dél-Magyarország újságírójával kérdezünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Szeged Televízió is beszámolt arról, hogy jelentős változásokat terveznek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a szociális bérlakáshoz jutást. Mit szeretnének elérni? Kik jussanak elsősorban ilyen lakásokhoz? Ugye közismert, hogy országosan is nagy híre van, mert kiváló példa, hogy tavaly évben a Szegedi Önkormányzat elindított egy példaértékű és egyedülálló szociális bérlakás programot. Magyarországon egyetlen nagyváros nem csinált és nem csinál ilyet. Ennek keretében tavaly 204 önkormányzati bérlakást újítottunk fel teljes egészében, és juttattuk pályázat útján az alacsony jövedelmű gyermeket, többnyire gyermeket nevelő családoknak. Körülbelül a piaci bérleti díj egy harmadát fizetik ezek a szociális bérlők. És döntöttünk arról az idén év elején, hogy ez annyira sikeres volt ez a program, hiszen a kormány által támogatott otthonteremtési lakásvásárlási kedvezményeket nagyon sokan nem tudják igénybe venni, mert nincs elég megtakarításuk vagy megfelelő jövedelmük, tehát több százezer család Magyarországon nem tud máshogyan lakáshoz jutni, mint ilyen bérlakásprogram keretében. Tehát mintha láttuk, hogy van erre igény, és ez egy igazságos politika, ezért döntöttünk év elején arról, hogy az idén is körülbelül 220 lakást újítunk fel, és ugyanígy pályáztatunk meg a érdeklődő családok számára. Az idejében 60 lakást már megpályáztattunk, és megkapták a bérlők. Jelen pillanatban 30 lakásnak a pályáztatása zajlik, és hát folyik a lakásfelújítás is, tehát ezt a 220-as számot egészen biztos, hogy évvégéig hozni fogjuk. Az a terv egyébként, hogy jövőre is egy körülbelül 200 önkormányzati bérlakás felújítását meg tudjuk csinálni. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt körülbelül 600 új felújított önkormányzati bérlakást tudunk azt igénylőknek odaadni. Viszont a közgyűlés elé kerülő rendelet tervezetet módosítják, finom hangolják a rendszert, változik például a pontozási rendszer. Természetesen folyamatosan figyeljük a tapasztalatokat, és módosítjuk a rendeletet. Ez a mostani rendelet módosítás, ez egy meglehetősen átfogó módosítás. Ugye a korábbi rendelet azért a gyakorlatban úgy működött, hogy néhány tucat önkormányzati lakást hirdetett meg évente az önkormányzat. Most nagyon nagy számú, tehát az évben 220-at. Folyamatosan nézzük a pontozás a pályáztatásnak az eredményét, és szeretnénk ezt folyamatosan igazságossá tenni. Most jelentősen átalakul a pontozási rendszer. Eddig úgy lehetett pályázni önkormányzati szociális bérlakásra, hogy a meghirdetett lakásokból ki kellett választani, hogy melyikre pályázik, aki szeretett volna ilyet kapni. Most azt tesszük lehetővé, hogy az egy csomagban meghirdetett lakások bármelyikét igényelheti, és hát a pontozás alapján a szociális helyzetet döntően figyelembe véve a pontozásban egyébként az új rendszerben 70% a szociális helyzet és 30% konkrét jövedelmi helyzet, vagyis a pontozás alapján sorba állítjuk az érdeklődőket, és az alapján tudnak választani bármelyik lakást, amit meghirdettünk. Ez nem lesz majd szubjektív ez a döntés, hogy kinek mit ítélnek oda, milyen ingatlant? A szubjektív biztos, hogy nem lehet, mert a pontozás az meglehetősen taxatíve fel van sorolva a rendeletbe, tehát a gyermekszám az alapvetően meghatározó, hogy hány gyermeket nevel, pluszpontot kapnak azok, akik egyedülállóként nevelik a gyermeket, pluszpontot kapnak azok, akik mondjuk tartósan betegek, vagy fogyatékosak, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, pluszpontot kapnak azok, akik korábban állami gondozottak voltak, tehát nagyon konkrétan és precízen szabályozza a rendelet a pontokat, ebbe semmiféle szubjektivitás nem lehet. A szociális bérlakáshoz jutás szabályozó rendeletben azt hiszem van egy olyan rész is, ami azokkal foglalkozik, akik leszakadóban vannak, tehát akik mondjuk jogcím nélküli bérlővé váltak, díjhátralékuk van, vagy lakbérhátralékuk, vagy pedig közüzemi díjhátralékuk. Meg lehet-e menteni ezeket az embereket a kilakoltatástól? Természetesen az önkormányzat folyamatosan bővülő lehetőségekkel próbálja segíteni azokat, akik ilyen átmeneti vagy tartós problémával küzdenek. Eddig is létezett a Szegedi Önkormányzat szociális rendeletében ehhez támogatás és segítség, tehát mind a lakbérhátralékosok, mind pedig a közüzemi díjjal tartó azok számára most is tudunk nyújtani támogatást. Közismert, hogy a kormány lényegében kivonult a szociális támogatási rendszerből, mi azonban ezt fenntartjuk. Szegedváros önkormányzata ebben az évben is saját erőből 500 000 forintnyi szociális alapot hozott létre, és itt megjelöltük a legfontosabb célokat. Ezek között a célok között kiemelten szerepel, hogy azon családok számára, akiket a kilakoltatás veszélye fenyeget, az önkormányzat tudjon hatható segítséget nyújtani. És hogy mennyire rossz a helyzet sokaknál, azt jelzi az egyik módosítás, hogy változtatnak azon, hogy kell igazolni azt, hogy élettársi kapcsolatban van valaki, mert 20-30 ezer forint
volt eddig ennek a díja, és hogy ettől is meneküljön meg az, aki pályázik ilyen a lakásra. Igen, azt is megnéztük, hogy a pályázati költségeket tudjuk csökkenteni, lényegében ezen megszűnik a pályáztati költség, tehát nem kell fizetni azért, hogyha valaki bérlakásra pályázik Szeged városában. Vannak azonban kötelezően beszerezendő papírok, itt is próbáltuk megnézni, hogy melyik a legolcsóbb megoldás, tehát azt tudom mondani, hogy anyagi okok miatt egyetlen rászoruló sem esik el attól a lehetőségtől, hogy önkormányzati bérlakáshoz jusson. Szociális szempontból lesz érzékenyebb a tömegközlekedés is, több kedvezmény lesz. Eddig ezt az állam nem biztosította, és kénytelen a város, vagy hogy kerül ez elő most? Hát ha már a tömegközlekedés költségvetéséről beszélünk, akkor azért szeretném jelezni, hogy már a Magyarországon és a nagyvárosokban, itt Szegeden is, a lakossági díjfizetés, tehát a kivenet jegyet vesz, vagy pedig bérletet vesz, tehát ami a lakosságtól érkezik a tömegközlekedési rendszerben, ez alig egyharmadát finanszírozza a tömegközlekedés költségvetésének, és az állam folyamatosan vonul ki a tömegközlekedés finanszírozásából, folyamatosan csökkentik az állami támogatást, normatívának hívták ezt korábban a nagyvárosok tömegközlekedéséhez, és lényegében 10 éve nem emelték a árkiegészítést, amit az önkormányzatok kapnak a tanuló és nyugdíjas jegyek és bérletek után, amik ugye féláru kedvezménnyel vannak értékesítve. Tehát rettentően alul finanszírozott a tömegközlekedés, és Szeged városának költségvetésébe pedig egyre nagyobb tételt jelent. A szegedi önkormányzat a teljes parkolási bevételt odaadja a tömegközlekedés működtetéséhez, és ezen felül folyamatosan növekvő mértékben saját forrásból is biztosít ehhez támogatást. Tehát nemhogy növekednének az állami kedvezmények, hanem az eddigi kedvezményeknek a lefinanszírozása sem teszi meg az állam. Ennek ellenére mi megnéztük, itt is figyelembe vettük a lakossági igényeket, és találtunk olyan lakossági csoportot, aki joggal várja el azt, hogy támogatást kapjon, így például aki az ápolási díjban részesül, szintén kedvezményes bérletet fog venni a jövőben. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korábban 200 millió forintos folyószámla hiteléhez már hozzájárult a közgyűlés, most újabb 150 milliós hitelkeretemelést kér a cég. Miért van erre szükség? Egy pillanat, még egy közbevetőleges kérdés, hogy mondjuk el azt is, hogy most mennyivel tartozik az állam a cégnek, mert ezt egy korábbi adásban már megbeszéltük, hogy ez idén elmaradtak az állami bevételek. Hát elképesztő káosz van a hulladékgazdálkodásban, valami egészen elképesztő és eszetlen törvényt hozott, nem tudok más kifejezést használni, a parlament ugye a kormány javaslatára tavaly évben. Egy olyan rendszert hoztak létre, amiről mi az elején elmondtuk, hogy egészen biztos, hogy súlyozavarokat fog okozni. Államosították a hulladékbevételt. Ez azt jelenti, hogy minden magyarországi háztartás, minden egyes szegedi lakos, amikor befizeti a szemétszállítási díjat, akkor egy budapesti számára fizeti be, miközben a kötelező feladatot, azt pedig otthatták az önkormányzatoknál, tehát a lakossági befizetéseket elvonta az állam, a feladatot pedig itt hagyta, és hát nem tudták felállítani ezt a rendszert immáron lassan egy éve, ami azt jelenti, hogy a lakosság nem csak Szegeden, hanem az országban sehol nem kapott mondjuk az idejévre vonatkozóan hulladékszállítási díjat, amivel azzal fog járni, hogyha majd most azt mondják, hogy nyár végén vagy ősszel, egyszerre fog sok hónapnyi hulladékszállítási számla, személydíj magyarul megérkedni, és ez egész biztos, hogy sokak számára meglehetősen nagy terhet jelent. A másik oldala történetnek pedig az, hogy ennek megfelelően nem is fizettek a szolgáltatóknak. Tehát a mostani közgyűlési napirenden az szerepel, hogy 350 millió forintnyi önkormányzati készfizetőkezességgel bíró hitelkeretet kell biztosítani, banki hitelkeretet a hulladékszállító cégnek, mert különben leállna a szemétszállítás Magyarországon. Tehát, hogyha az önkormányzat, akitől elvették a bevételt, nem álltna helyt, ha nem biztosítanánk a forrást a saját hulladékszállító cégünknek, akkor Szegeden belefulladnánk a szemétbe, mert hónapok óta lényegében az a rendszer, amit a kormány létrehozott, nem működik. De korábban volt arról szó, hogy van egy központi cég, az ő központi előleg keretével, amiből azért tudna fizetni, ha akarna, de nem akar? Valamennyit fizetett, de nem teljes összeget fizetett, és hát ugye az egész rendszerben az a szörnyű, hogy ha még mindent ki is fizetnének, akkor is körülbelül ez a 80%-a lenne annak a pénznek, amit a szegediek befizetnek. Vagyis a szegediek befizetik a szemétszállítási díjat, és ennek az összegnek egy jelentős része az nem Szegeden hasznosul, tehát nem a szegedi hulladékgazdálkodás finanszírozására megy. Tehát, hogyha működne a rendszer, de még egyszer hangsúlyozom, nem is működik a rendszer, mert nem bocsátanak ki lakossági számlát, ez
ez nem azt jelenti, hogy a lakosság mentesülni fog a díjfizetés alól, hanem azt jelenti, hogy nyáron vagy ősszel, vagy nem tudom, hogy mikor, mert össze-vissza beszélnek, majd sok havi számlát kell majd egyszerre rendezni, ez nagyon komoly megterhelést fog jelenteni a családok egy jelentős részének, nekünk pedig biztosítanunk kell forrás nélkül a hulladékgazdálkodásnak a működését. Mi úgy tudjuk, hogy jelenleg 672 millió forinttal tartozik a Nemzeti Kuka Holding, ahogy emlegetni szokták a sajtóban, az NHKV ZRT a szegedi cégnek. Ez így van, és ez naponta növekszik ez az összeg, hiszen ugye folyamatosan működtetni kell a hulladékgazdálkodási rendszert, és ennek ugye folyamatosan megvannak a maga költségei. Nem értem, hogy miért tette a kormány ezt. Hát mondjuk azt látszik, hogy a pénzt szereti elvenni mindenkitől, tehát a lakosságtól is, és az önkormányzatoktól is, csak hát egy nagyon fontos közszolgáltatás teljes mértében lehetetlen. És közben még lerakási díjat kell fizetni a szegedi cégnek? Hát kellene, hogyha tudna. De ugye ez is egy morbid dolog, hogy ezt pedig adó formájában bármikor leemelheti a hulladékgazdálkodási cégünknek a számlájáról a kormányzat. Tehát a kormány nem teljesíti a feladatait, nem kapnak a lakosok hulladék szemétszállítási díjat, nem finanszírozza a tevékenységet, de egyébként pedig természetesen adót megkivet. Egy másik hangzatos szociális ígéret, hogy a bölcsödéket támogatja a kormány. Ehhez képest a bölcsödéknél a szolgáltatásoknak a díját, azt most meg kell emelni a közgyűlésnek. Miért van erre szükség? Hát ugye a gyermek étkeztetési rendelet kerül be, jövő január 1-től egy 5%-os díjemelést fogunk bevezetni. Szeretném jelezni, hogy az elmúlt két évben, tehát az idei és a tavalyi évben nem volt díjemelés Szegeden. Tehát ezt az 5%-ot mindenképpen oda kell adni, mert különben nem tudjuk biztosítani a megfelelő közétkeztetést. Azt azért tudni kell, hogy a kormánynak jelent döntései, leginkább a minimálbérre vonatkozó döntései jelentős puszterhet jelentettek a közétkeztetést végző cégnek, hiszen az ő dolgozóinak egy jelentős része minimál béres, és a kormány úgy emelte a minimál béreket, hogy ráterhelte a vállalkozásoknak arra ezeket a terheket, nem úgy, hogy mondjuk csökkentette volna a minimál bérnek az adóját. Ma Magyarországon a legmagasabb az elvonás a minimál béren, ugye nem csak a 15%-nyi SZIA, hanem a társadalombiztosítási hozzájárulással is. Ma a magyar kormány az alacsony jövedelmekből, a minimál bérből már a fizetésnapkor ellopja az 1/3-ot. Tehát úgy kellett volna, és ugye ezt szoktam mondani, hogy ez az én programom is, hogy úgy kell emelni az alacsony jövedelmeket, hogy csökkenteni kell az alacsony jövedelmekkel levő adóterheket, mert így végül megint a lakosság fogja megfizetni. Tehát persze mindenki örül, hogy emelkednek a bérek, de hogyha ez a vállalkozásokra van terhelve, az azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak a díjai, költségei növekszenek, és azt végső soron a fogyasztónak kell kifizetnie. Az állami ígéretek közül ugye, amikor a Modellvárosok programban kapott Szeged egy igen nagy ígéretcsomagot, azóta nem hallottunk különösebben semmit. Most a közgyűlés elé kerül egy telekkel, az Etelkasori sportpályával kapcsolatos előterjesztés, amiben igen csak kemény feltételeket szabnak a sportcsarnoknak alkalmas területtel szemben, területért cserében. Tehát Szentgyörgyi alpolgármester úr ezzel kapcsolatban a jogi bizottság ülésén azt mondta, kikötné, hogy csak úgy adják vissza az államnak a Szeol pálya területét a kézilabda csarnok megépítésére, ha 3 éven belül nem történik meg, akkor visszaszáll a városa a terület. Miért van erre szükség? Tehát Szegeden több sport nagy beruházásról van szó. Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy Szegedváros önkormányzatának egyetlen egy saját sport nagy beruházása jelen pillanatban, ez az új fedett építése, tehát ez önkormányzati beruházás. Ennek a forrását az önkormányzati költségvetés már az idejében is biztosította, jelen pillanatban folyik a tervezés, ezzel fognak vele nyár végére, ősz elejére, utána jönnek ugye a kivitelezési tenderek, és jövőre meg tud kezdődni az építkezés. Ezen kívül van ugye az Izabella híd lábánál tervezve egy futballstadion, ehhez az önkormányzatnak nincs köze, mert az állam a futballcsapaton, hogy a püspökség tulajdonában levő futballcsapaton keresztül fogja ezt megvalósítani, és amire most rákérdeztek, ez egy harmadik beruházás, ami szintén nem önkormányzati beruházás, ez egy új sportcsarnok, kézilabdacsarnok megépítését tartalmazza. Ez sem a város fogja megvalósítani, feltétlenül a kézilabda szövetség és a PIK Szeged kézilabda csapat közösen fogja ezt a beruházást bonyolítani. Ugyanakkor viszont ebben az esetben, a Szeol pálya esetében maga az ingatlan az önkormányzati tulajdon, és kaptunk a kormányzattól egy megkeresést, hogy ingyenesen Szeged város önkormányzata adja
az állam tulajdonába ezt a területet, mert hogy kézilabdacsarnokot akarnak rajta építeni. Természetesen a város minden beruházási, fejlesztési igényt azt támogat, tehát oda fogjuk adni a területet, de néhány dolgot azért tisztáznunk kell, és ezt mi jeleztük egyébként írásban a minisztérium felé is, és több megbeszélésen, szakmai egyeztetésen is. Egyrésztről ezen a területen vannak sportolók és sportegyesületek, leginkább ugye az atlétika, tehát ahhoz, hogy őket el kell tudni helyezni, és ennek van egy... Atlétikára is volt ugyan ígéret. Igen, tehát igazából felhívtuk a figyelmet ezekre az ígéretekre, tehát hogyha elkezdődik az építkezés és más funkciója lesz a területnek, akkor az eddigi használókat, leginkább az atlétikát el kell helyezni, és kell építeni Szegeden egy új atlétikai pályát. A beruházással kapcsolatban is vannak feltételeink, tehát mindenképpen szeretnénk látni, mert eddig csak ilyen elvi határozatokat láttunk, hogy akkor milyen ütemezésben, hogyan, mikor, ki fogja ezt a kézilabdacsarnokot megépíteni. És hát miután ez az új fedett uszoda mellé épül, ennek megfelelően a közmű kiépítés is közös feladat kell, hogy legyen. Itt leginkább a csapadékvíz elvezetéssel van egyébként probléma, ott egy több százmilliós igény van a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházásokra. Tehát még egyszer hangsúlyozom, természetesen támogatjuk minden szegedi beruházást, így az új kézilabdacsarnok megépítését. Természetesen ha kell, akkor oda fogjuk adni, mert pedig úgy néz ki, hogy kell, akkor oda fogjuk adni az önkormányzati tulajdonú területet, de mindenképpen ezeket a kérdéseket rendeznünk kell, tehát a közgyűlés elé egy támogató döntés fog érkezni, az önkormányzat oda fogja adni ezt a területet az államnak, de ezeket a pontokat határozatba foglaljuk, hogy ezeket mindenképpen tisztázni kell. Nem közgyűlési téma, de pályázatokhoz kapcsolódik, hogy a bizottságüléseken elhangzott ilyen, hogy az iskola felújításokkal kapcsolatban megrekedtek a pályázatok. A közbeszerzések, ugye 9 épületről volt szó, 4-et pályáztattak idáig, most az se sikerül, vagy milyennek az oka, hogy megrekedt? Tavaly év végén módosították, pontosan hoztak egy új közbeszerzési törvényt, ami ugye nagyon fontosan leírta azt, hogy hogyan kell a különböző nagyságrendű beruházásokat lebonyolítani. Év elején, vagy talán év végén kibocsátott a közbeszerzési hatóság is egy állásfoglalást. Szegedváros önkormányzata ezen új törvény és a közbeszerzési hatóság határozata alapján kezdte el előkészíteni és lebonyolítani a iskola felújítások, ezek főleg energetikai felújítások egyébként, ennek a beruházásnak a pályáztatását. Több mint 1 milliárd forint érték. Igen, Európai Uniós támogatásból összesen 4 iskola, zömében energetikai felújítás, tehát még egyszer hangsúlyozom, a hatályos törvények és a közbeszerzési hatóság állásfoglalása alapján folytattuk le a pályáztatást. Majd kaptunk egy határozatot, ami közölte, hogy sztornó, nem jó a törvény, és nem jó a korábbi állásfoglalás. Utána jártunk, hogy mi történt, mert ez nem csak Szegedet érintette, hanem több magyarországi települést is, nagyvárost is. Annyi történt, hogy az Európai Unió jelezte, hogy nem megfelelő neki ez az eljárás, és egy teljesen más típusú jogszabályi rendezést vár el. Innentől kezdve kényszerpályára kerültünk, ez azt jelenti, hogy miután ezeket a beruházásokat iskola szünetbe lehet az iskolában megcsinálni. Akkor ez a nyár elszállt. Ez lényegében elszállt, nem tettünk rá erről, tehát attól függetlenül, hogy a kormányzat államosította az iskolákat, és így sokkal nehezebb helyzetben vannak az iskolák, nem csak a fenntartás most már, hanem az iskolaépületeknek a működtetését is. Szegedváros attól függetlenül sajátjának tekinti az iskolákat, hiszen a mi gyerekeink járnak oda, és a mi tanáraink tanítanak ezekben az iskolákban. Leghamarabb jövőre lehet hozzákezdeni ezekhez a felújításokhoz. Úgyhogy nem fogjuk elvonni ezt az összeget a nekünk járó Európai Uniós támogatási keretből, az iskolákból, a közoktatásból. Megkívánjuk valósítani ennek a 4 iskolának az energetikai korszerűsítését, de értelemszerűen ebben az új helyzetben, ahol még egyszer hangsúlyozom, az Európai Unió és a magyar kormány között volt vita, tehát Szegedváros ebben teljesen jogszerűen és törvényesen járt el. Újra kell az egész eljárást kezdeni, és jövő nyáron reményeink szerint meg fogjuk csinálni a beruházást is. Ha ezekkel az iskolákkal kapcsolatban nem is tudnak dolgozni az építők a nyáron, de önkormányzati beruházások folytatódnak a nyáron, mi mindennel haladnak majd. A Cső utcai bölcsödét például hamarosan át is tudják adni, aztán orvosi rendelők, sportuszoda, mi minden halad majd őszig előre? Hát azért zajlanak az építkezések a városban az idejében, tehát ahogy említette, valóban orvosi rendelők felújítási program zajlik, ugye Kiskundorosban egy teljesen új egészségházat építünk, és ugye a budapesti körúti és a Korondi utcai rendelő is készül, a Korondi utcai rendelő rövidesen elkészül, és ott is lényegében egy teljesen megújult
környezetben dolgozhatnak az orvosok, és gyógyulhatnak a betegek. A Cső utcai bölcsőde mellett a Dobó utcai bölcsőde felújítása szintén augusztusra készül el, és hát ugye zajlik mindenki által látható módon a sportuszoda felújítása, ez egy 380 millió forintos beruházás, ebből 200 milliót társasági adókedvezményből, tehát TAO támogatásból tudtunk igénybe venni, és 180 millió forint pedig az önkormányzatnak az önrésze. Itt szeretném azért hangsúlyozni, hogy nem tudtunk vele várni. Tehát, hogyha lehetett volna vele várni, akkor higgyék el, hogy lett volna annyi eszünk, hogy megvárjuk, hogy elkészül egy-két év múlva a fedett uszoda, és akkor zártuk volna be, de nem lehetett várni, tehát egyértelmű volt a műszaki ellenőröknek és a szakembereknek a véleménye, hogy olyan mértékben vált már veszélyessé a teljes gépészete és a teljes medence szerkezet, hogy egy teljes rekonstrukcióra volt szükség, és nem tudtunk vele várni, mert bármikor történhetett volna olyan műszaki esemény, ami lehetetlenné tette volna az uszodának a további működtetését, úgyhogy ennek megfelelően ugye a nyári hónapok tűntek a legalkalmasabbnak, hiszen sportuszodáról beszélünk, tehát a sportolóknak ugye nyáron van talán legkevesebb szükségük, mert akkor van azért nagyon is van több hetes szünet az uszodai kapacitásra, tehát a nyári hónapokat a velük egyeztetve jelöltük ki. Az építkezésre, az építkezés megkezdődött, és bízom benne, hogy szeptember végén, október elején egy teljesen megújult sportuszodát tudunk átadni. Ha már sportuszodáról és úszásról beszélünk általában, akkor folytatódik az 1998-ban megkezdett úszásoktatási program, vagyis az önkormányzat továbbra is évi 9 millió forintot fordít arra, hogy az általános iskolások a Szuéban tanuljanak megúszni. Nem vetődött föl, hogy ha már az állam elvitte az iskolákat, akkor az önkormányzat nem vállalja tovább ezt az egyébként nem kötelező feladatot? Hát valóban ez a helyzet, tehát hogyha mi nem finanszíroznánk ezt le, akkor nem kapnának a gyerekeink és a szegedi iskolások semmiféle támogatást az úszásoktatáshoz, pedig egyre többen veszik ezt igénybe, ugye testnevelési órák keretében. Hát ez történt Magyarországon, elvették az iskoláinkat, és az önkormányzatoktól jóval több pénzt vettek el egyébként ezen a jogcímen, mint amennyiben az iskolák működtetése és fenntartása kerül, és nagyon sok olyan feladat maradt, amit egyébként nem finanszírozott le, pontosabban amit nem finanszíroz le ilyen pillanatban az iskola fenntartó tankerület és klik. Nem nagyon volt más döntési lehetőségünk, mert mégiscsak a szegedi gyerekekről van szó, de igen, ez egy meglehetősen ellentmondásos helyzet, de hát mondhatnék több ilyet is, például a gyerekeknek a nyári táborozása, nyári foglalkozások, azok szintén nincsenek államilag szervezve. Tehát államosították az iskolákat, jóval több pénzt vettek el Szegedtől, mint amennyibe az iskolák normális fenntartása és működtetése került, és még itt is hagytak egy halom olyan feladatot, amit azért kell nekünk megoldani, mert a klik nem tudja is, vagy nem akarja. Előhoznék egy kulturális témát, de ez már a nagy politika felé vezet, hallani olyan hangot, ami szerint az ön miniszterelnöki ambícióinak esik áldozatul az Európa Kulturális Fővárosa pályázatban Szeged szereplése. Nem érdekes ez most már ilyen szinten, én még nem hallottam, hogy hogy Szegedbe lépjen, mert még akár Temesvárhoz is tudnánk csatlakozni, amely nyert, és 2021-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz, vagy a 23-asra pályázhatnánk. Miért ennyire mellékes ez? Hát ugye ezt már egyszer végigfutottuk ezt a kört, ugye amikor ugye Pécs volt a kulturális fővárosa, egyébként meg lehet nézni, hogy milyen állapotban van Pécs, tehát éppen most arról szólok. De milyen állapotban van Szeged, jó. És ezt most miért nem használjuk? Igen, én azért szívesen megkérdezném és szegedieket, hogy tudja bárki, hogy ki most Európa Kulturális Fővárosa. Én azt gondolom, hogy meglehetősen kevesen tudnák megmondani. Tehát ennyit ennek a dolognak az értékéről, de ennek talán fontosabb az, hogy azoknál a városoknál jelentett ez bármit, megnéztük egyébként mások évvel ezelőtt a példákat, ahol a város egyébként is tervezett nagyszabású kulturális beruházásokat, intézményeket akart létrehozni. Ott ennek volt létjogosultsága. Szeged városában az elmúlt egy évtizedben lényegben felújítottuk a teljes kulturális kubatúrát. Tehát ugye a kis színháztól kezdve, az ifjúsági házon keresztül, a rögpalotát, a művöldési házakat. Hát akkor lenne egy jó kis piát adni. Igen, tehát még egyszer hangsúlyozom, tudja valaki, hogy jelen pillanatban melyik város Európa Kulturális Fővárosa? Mert akkor körülbelül ennyien tudnák azt is, hogy Szeged, ez egy nagyon jól hangzó
név, egészen biztos, hogy körülbelül 9 embert érint is és érdekel is a városban. Ezek egyébként általában kulturális pályázatíró cégeket üzemeltetnek, akik időnként ezt a dolgot felvetik. Szeretném hangsúlyozni, hogy Szeged városa nagyon sokat költ a kultúrára, és nagy mértékben a kultúra is szerepet játszik abban, hogy a városban dinamikusan növekszik az idegenforgalom, a turizmus. Ugye most már legutóbb például ugye Pünkös környékén megjelentek olyan kimutatások, amik a harmadik helyre tették Szegedet ugye a turizmus idegenforgalmi célállomások között, tehát én úgy gondolom, hogy ebben nagyon is élen járunk. A Tünde kérdése már félig átvezetett bennünket az önkormányzati kérdésektől az országos kérdésekig, mint az MSZP miniszterelnök jelöltjére most már hónapok óta kiemelt figyelem, és néha ösztűz zúdul, például határkerítés ügyben. És annak most, bontása ügyében. És annak bontása, vagy nem bontása ügyében. Ez most nem egy híradó műsor, ahol 15-20 másodperc áll rendelkezésünkre, hanem egy kicsit talán több. Arra kérem, fejtse ki az álláspontját határkerítés ügyben. Az én álláspontom nem változott az elmúlt két évben. Ugye 2015 tavasza volt az, amikor itt Szegeden is láthattuk, hogy naponta több ezer menekült érkezett a határainkhoz, és egyébként több mint 200 ezer menekültet akkor lényegben különösebb ellenőrzés nélkül a magyar kormány segítségével át is szállítottak a nyugati határa, mert hogy egyetlen menekült vagy migráns nem akart és nem is akart Magyarországon letelepedni. Én akkor is elmondtam, hogy ez egy újszerű jelenség, ezt nem lehet összehasonlítani azzal, amit a nyugat-európai országok megszoktak, mert a nyugat-európai országoknak az elmúlt évtizedekben minden évben szükség volt néhány százezer gazdasági bevándorlóra, mert ők pótolták a munkaerőpiaci hiányt, tehát a gazdasági növekedéshez volt ez szükség. Itt egy sokkal nagyobb és szervezettebb jelenségről van szó, és elmondtam az elejétől kezdve, hogy csak európai közös megoldás létezhet. Ez az európai közös megoldás, ez elkezdett működni, ennek a legfontosabb eleme az Európai Uniós Törökország közötti együttműködés, és melynek keretében Törökország jelen pillanatban több mint 3 millió menekültet lát el a saját területén, nem engedi Európa felé, már Görögország felé se, és az Európai Unió ehhez pedig jelentős pénzügyi támogatást nyújt Törökországnak. Tehát nem a határkerítés felépítése miatt szűnt meg lényegében, vagy csökkent le óriási mértékben a balkáni menekült útvonal, hanem azért, mert már Görögországba se érkeznek menekültek, mert Törökország visszatartja őket, és a unió támogatásával ugye az ellátásokat biztosítja Törökországnak a területén. De ezzel párhuzamosan azt is látni kell az elmúlt két évben, hogy a kormányzat, a Fidesz populista kampánya működött, a magyar emberek döntő többsége fél a menekültektől és a migránsoktól, egy olyan országban, ahol még egyszer mondom, soha nem is akart, és nem tudom. Plusz tegyük hozzá, hogy ezt nem lehet ilyen részletesen elmagyarázni, igen, mert ő mondatokat kell alkalmazni. Ezt plakátra elég nehezen lehetett volna felírni, tehát az én sokak által idézett mondatom az úgy szól, hogy amíg a magyar emberek félnek, addig az a kerítés egészen biztos, hogy ezt az elejét. Ja, tehát amíg a magyar emberek félnek, addig egészen biztos, hogy ezt a kerítést nem lehet lebontani. De a cél az kell, hogy legyen, hogy a magyar emberek ne féljenek. Ehhez pedig két dolog kell. Egyrészt, hogy tovább bővítsük újabb elemekkel a közös európai politikát. Én ugye nemrégiben Brüsszelbe jártam, ott is ezt elmondtam. A kritikát is megfogalmaztam, hogy késlekedett az Európai Unió, mert ha már 2015 nyarán vagy tavaszán megszületett volna az Unió és Törökország közötti megállapodás, és lezárult volna a balkáni útvonal, akkor Magyarországon se tudta volna a Fidesz politikájának érdekében előállítani ezt a helyzetet, hogy a magyar embereket megijesztette és félelemben tartja a menekültektől. Tehát a cél az az, hogy tovább bővüljön és hatékonyabbá váljon a közös európai politika ezen a területen is, és ez a cél az is gondolom minden jó érzésű ember számára, hogy a félelem megszűnjön meg Magyarországon, mert én nem egy félelembe érő országba szeretnék élni, hanem egy békés, nyugodt európai országban. De akkor önnek, mint most országos politikus jelöltnek, arra is kell törekedni, hogy ezt nagyon exakt módon el tudja mondani, nagyon röviden, tömören, ahogy csak lehet, mert hogy nem jön át. Én legutóbb május végén azt hiszem kérdeztem, hogy mikor indul a kampány, azt mondta, hogy holnap reggel 8-kor, ez már az, mert hogy mintha rükverszbe kapcsoltak volna, vagy más gombot nyomtak volna. Egy kiegészítő kérdést, és ez lesz akkor a közös utolsó kérdésünk. Hadd tegyek föl ehhez, hogy a pénteki közgyűlés után az önkormányzatnak eljön, az önkormányzati képviselőknek eljön a vakáció, de a miniszterelnök jelöltnek eljön-e a vakáció, vagy nyáron is dübörög a miniszterelnök jelölti kampány?
Hát ugye egy polgármester se tud hónapokra szabadságra menni, tehát polgármesterként is természetesen dolgozik az ember, és dolgozom én is a két közgyűlés között. Tehát azért, mert ugye szokás szerint június vége és szeptember közepe között nincsen közgyűlés, az a képviselők egy részének biztos szabadságot jelent, nekünk viszont ettől függetlenül napi szintű munkát, és hát készítjük elő egyébként a kampányt. Szeretném azért egyértelműen jelezni, hogy én Szeged polgármestere vagyok, tehát a polgármesteri tevékenységemet teljes egészében ellátom, és el is fogom látni a jövőben. Emlékeztetnék rá, hogy 12 éven keresztül úgy voltam polgármester, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően országgyűlési képviselő is voltam, tehát akkor is a hét egy részét Budapesten kellett töltenem, az összes többi nagyvárosi polgármesterhez képest. Tehát az én életemben, a napi munkámban, ha tetszik, ez olyan különösebb változást nem jelent. Egészen biztos, hogy több lett munkaterhet számomra is, és egészen biztos, hogy több lett munkaterhet a közvetlen kollégáim számára is. Van. Mert nincs kampány, nem látja? Azért kérdeztem, mert mintha rükvezbe kapcsoltak volna inkább ahelyett, hogy a Fidesz tekéznék, most a DK-nak ütöttek egyet, aztán a Jobbik ellen lesznek a plakát törvénnyel kapcsolatban, tehát itt a pénteki szavazást előveletében. Nem a Jobbik ellen leszünk, hanem a Fidesznek a hazug politikájában nem vagyunk hajlandók részt venni. Tehát ők azt mondják, hogy tisztességes kampányt akarnak, miközben közpénzek 100 milliárdjait költik a kormányzati propagandára, miközben strómanokon keresztül közpénzekből lenyúlták a magyar média egy jelentős részét, tehát ebben ez mi nem vagyunk hajlandók asszisztálni. A Fidesznek meg egyetlen baja van, összeveszett egy korábbi oligárhájával, ugye Simicska Lajossal, mi a Fidesz és a Simicska vitájában nem kívánunk semmilyen módon részt venni. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy vendégünk volt a Szemközben, nézőinknek köszönöm a figyelmet, pénteken közgyűlés, kövessék közvetítésünket itt a Szeged Televízióban. Szemközt egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, viszontlátásra!